más világba csöppentél vele, mint amit megszoktál a hétvégéken. Mesélj egy kicsit, milyen élményekkel gazdagodtál. Hát ugye nem olyan nagyon más a világ, mert ugye az első versenyek, amiket meglátogattam, azok elsősorban rallycross versenyek voltak még néhány évesen, úgyhogy a nyíradi pálya, bár nagyon sokat változott ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, de úgy előjönnek régi emlékek. Úgyhogy örülök neki, mert a szakágvezetéstől és az esemény rendezőjétől kaptam meghívást, amit természetesen örömmel elfogadtam, úgyhogy hát igen, ez is a kikapcsolódásom része most egyébként. Mit szólsz a küzdelmekhez, amiket az előfutamok alatt láthatunk? Hát nagyon, szerintem nézői szemben nagyon jó küzdelmeket láthatunk a pályán, úgyhogy ezért is gondolom, hogy ilyen nagy szurkolótábora van az autocrossnak, meg a rallycrossnak is. Itt hasonlóan a VTCC ez azért eléggé, vagy hát nem bánnak ezt is kézzel egymással a pilóták, ami azt mondom, hogy abszolút nézőcsalogató lehet, és ráadásul én azt látom, hogy nagyon magas a verseny részvonal is, úgyhogy örülök neki, Magyarországon ilyen kvalitású rendezvények is vannak. Mesélj egy kicsit magadról, mit várhatunk tőled a következő futamok alatt? Hát remélem, hogy az elmúlt hétvégén látott tendencia az majd folytatódik. Ugye privát értékelésben mindenképp szeretném megszerezni a bajnoki címet. Biztos, hogy nem lesz egyszerű menet, szeretnék még dobogóra is állni, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, de én mindenképp azt gondolom, hogy az elmúlt néhány versenyt végig formáját ugye már tudjuk menteni a maradék versenyekre, akkor jó eséllyel pályázunk, jó eredményekre. Egy ország nevében köszönöm az eddigieket, és így tovább.